A magyar gazdaság iránti bizalmat akarja erősíteni Varga Mihály, aki június 1-től az EU-IMF hitelkeret megállapodásról szóló tárgyalásokat irányítja. Varga Mihály azt reméli, hogy akár már június végén vagy július elején megindulhatnak a formális megbeszélések. A leendő tárca nélküli miniszter a Költségvetési Bizottság előtti meghallgatásán azt mondta, jelentős megtakarítást hozhat az államnak a megállapodás. Ellenzéki képviselők úgy vélik, kidobott pénz volt, amit a kormány eddig a kamat felárak miatt fizetett. Készfogás az ajtóban a bizottság elnökével, meghallgatására érkezik Varga Mihály. A kormánypárti képviselőket nem kellett meggyőznie, az ellenzéket annál inkább. A leendő megállapodás, ugye a megállapodáshoz vezető út kapcsán ön mint egy postás tud csak működni, ahol információt visz a tárgyalásokról a Nemzetgazdasági Minisztériumra, vagy erős politikai ráhatással is tud majd lenni. Becsíp meg a postársainkat is, nagyon fontos munkát végeznek, de azt gondolom, hogy az én feladatköröm az nem egy ehhez hasonló szerepkör lesz. Azt mondta, azon lesz, hogy a lehető legkedvezőbb megállapodást kössék meg az ország szempontjából, hogy milyen feltételei lesznek az Európai Uniónak és a valuta alapnak, vagy hogy mekkora hitelt javasolnak majd, azt nem tudta megmondani. A 2-3 esztendőt biztonsággal le tudna finanszírozni egy ilyen hitel, akkor azt egy megfelelő összegnek lehet tekinteni. Varga Mihály szerint nem baj, ha a kölcsön a Horn kormány idején 1996-ban megkötött megállapodáshoz hasonló lesz, mert az is biztosítékként szolgált, és abból sem hívott le a kormány. Én azt sajnálom csak, hogy azok a kamatfelárak, amiket eddig fölöslegesen, vagy legalábbis azt gondolom, hogy többségében nem mindig a meggondolt döntések eredményeképpen kifizettük, ezek kidobott pénzek lesznek. Mostani még mindig indokolatlanul magas kockázati felár, az biztos, hogy csökkenni fog. A leendő miniszter szerint 100 milliárd forintnál is többet spórolhat majd a költségvetés. Az MSZP úgy vélte, ahhoz, hogy a célokat elérje a kormány, vissza kellene állítani az önálló pénzügyminisztériumot. A bizottság jobbikos elnöke szerint sürgősen csökkenteni kellene az államadósság évi, mintegy 1000 milliárd forintnyi kamatterhét. Mikor kerülhet ez alá a kamatteher? Kamatteher, ami azért borzasztó, ugye, mert ennek a kamatnak egy igen jelentős része kiáramlik az országból, hiszen a magyar államkötvény tulajdonosok igen nagy hányada külföldi. Az a kifejezett célunk, hogy ez a finanszírozási teher már ebben a ciklusban azért egy bruttó hazai termék 4%-a alatti mértékre csökkenjen vissza. Kormánypárti képviselőknek Varga Mihály azt mondta, nem Superman, ne várjanak tőle csodát, mert nem tudja, mikor jön össze az EU-IMF megállapodás. Az ülés után azt mondta, reméli, hogy az uniós pénzügyminiszterek júniusi ülése után elkezdenek tárgyalni. Érzékeljük azt, hogy az Európai Unió illetékesei, de egy kismértékben talán még a valuta alap illetékesei is most várnak erre a brüsszeli döntésre. Ez június 23-án be fog következni. Nagyon bízom, hogy addig már a tárgyalási mandátumokat elő tudják készíteni esetleg, és ezt követően megindultak a tárgyalások. Az ECOFIN júniusban arról dönt, hogy a Magyarország ellen folyó túlzott deficit eljárásban befagyasztják-e a kohéziós források egy részét.